Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. Most egy különleges videóval érkezem. A Magyar Természetvédők Szövetségének weboldaláról letöltöttem egy Húsatlasz című dokumentumot. Nagyon érdekes tények vannak ebben a kis kiadványban, és úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen szeretnék beszélni róla. A videót már megszerkesztettem, egy kicsit több, mint egy órás, és ne csodálkozzatok rajta, hogy majd még egy beköszöntő lesz az elején, de el kell, hogy mondjam, hogy nem lett tökéletes a szerkesztés, így én csak ott a sarokban leszek, vagyis pontosabban itt ebben a sarokban kicsiben, úgyhogy talán nem lesz annyira zavaró, amikor kicsit szétcsúszik a kép, mert mellettem, itt ezen az oldalon, így nagyban látható a kiadvány, tehát te is ezt fogod olvasni, ha akarod, és bízom benne, hogy ebbe, erre jobban fogtok figyelni, mint hogy én hogy is nézek ki, vagy egy pár másodperc, vagy tized másodperc erejéig szétcsúszik a kép, de hát nem is az a lényeg, hogy én hogy nézek ki, vagy hogy sikerült ez a pici kép ott, nem indulok sem hírolvasó, sem videószerkesztő versenyen, úgyhogy ezt nézzétek el, hiszen nem erről szól ez az egész téma, úgyhogy bízom benne, hogy attól függetlenül örömmel fogadjátok, és sokaknak ajánlom, akik esetleg szkeptikusak még a mai napig a vegánsággal kapcsolatban, és azért jó ez a kiadvány, mert a természetvédők oldaláról hozom, tehát ez nem egy vegán honlap, nem egy vegán propaganda, amivel ugye szoktak minket gyanúsítgatni. Hihetetlen jól körbejárja a húsfogyasztást, hogy milyen rejtett költségei vannak, hogy nem is gondolsz bele, hogyha te megveszel egy kiló húst, akkor miket támogatsz a háttérben, mert ugye erről nincs annyira szó. Lehet, hogy tisztában vagyunk vele, vagy sejtjük, de megdöbbentő adatok vannak, vagy mennyi víz kell ahhoz, hogy egy kiló marhahúst előállítsunk. Az antibiotikumok kérdése, ugye, hogy a húsiparban hihetetlen mennyiségű antibiotikumot használnak el, és hogy ez milyen veszéllyel jár, ha a saját egészségünkre gondolunk. Kitér a szójára, a terület felhasználásra, szóval nagyon-nagyon érdekes információkkal fog szolgálni ez a kis videó, és ha nincs kedved egyszerre megnézni, akkor is ajánlom, hogy szállj rá időt, hogy elejétől a végéig megnézd, vagy esetleg le is töltsd ezt a kiadványt, mert érdemes bogarászni rajta, nagyon jó tisztában lenni dolgokkal, és nem azzal, amit neked a médiában kötelezően agymosás jelleggel rázódítanak, hanem te így szépen a háttérben nagyon ügyesen tisztában leszel nagyon sok dologgal, és akkor tulajdonképpen ellen is állhatsz annak a fajta agymosásnak, amiben sajnos részesítenek minket. Fogadjátok szeretettel, ha még nem iratkoztatok fel YouTube csatornámra, akkor tegyétek meg mindenféleképpen, hogyha szeretnétek áttérni a növényi étrendre, és nem megy egyedül, vagy nincs időtök, energiátok keresgélni, akkor az edmagadszexire.hu weboldalon még mindig elérhető az ezt segítő tanfolyamon. És egyébként, ha van véleményetek erről a kis videóról, akkor bátran kommenteljetek. Sziasztok! Egy nagyon érdekes kiadványt szeretnék ezúttal megmutatni nektek. Mostanában ugye Gregor videókat készítettem leginkább, de azt hiszem, hogy az ilyenre is érdemes felhívni a figyelmet. Itt láthatjátok, hogy ez a Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján található meg, Húsatlasszal, mármint hogy ez a címe. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a borító, amit tettek rá. Szerintem mindent magába foglal, persze, amikor már tudod az igazságot, ha nem, akkor lehet, hogy nem érted. Minden esetre, amint látod, ezt a fájl le lehet tölteni. Na, azt hiszem, így ide teszem ezt a képet, mert amíg beszélek és pörgetjük a kiadványt, de végig szem előtt lesz a kiadványnak a borítója, és mindenkinek egyértelmű lesz, hogy hol vagyunk. Mindent el tudtok itt olvasni az elején, hogy kitől, mitől, honnan származik ez az egész, majd itt a jogvédett anyagon kívül. Na jó, hát ezt meg fogjuk nevezni természetesen a videó alatt, hogy nehogy bármi jogi ballépést kövessünk el. Húsatlasz, fogyasztásra kerülő állatok. A tények és az adatok tükrében. 2015-ös kiadvány,
Minden oldalról fog beszélni az állatfogyasztásról. Ez nagyon jó. A Húsatlasz magyar nyelvű megjelentetését az elmúlt hónapok számos fejleménye is időszerűvé tette. A közelmúltban hazánkban is nagy hullámokat kavart az a hír, amely szerint az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi rákutató ügynöksége lehetséges rákkeltőnek nyilvánította a feldolgozott húsokat, míg a vörös húsok a szervezet szerint valószínűleg rákkeltőek. Az eredmények igazolják a jelenleg érvényben lévő közegészségügyi ajánlásokat, amelyek a húsfogyasztás korlátozására intenek, jelentette ki sajtó közleményében a szervezet igazgatója. Hát ugye ez 2015, azért ennél már egy kicsit tovább mentünk információ terén, de ha már ezekkel az információkkal tisztában vagyunk, már meg tudjuk tenni a lépést saját érdekünkben, illetve hát a földünk érdekében, de igazából leginkább a mi érdekünkben, mert most azt kell, hogy mondjam, hogy mi emberek tök jól tönkretesszük saját magunkat, tehát hogyha mi eltűnnénk a földről, akkor ez a csodálatos bolygó nagy valószínűséggel újra tudná építeni magát, és még szuperebb lenne, mint ami most van. Rögtön itt az elején vitaindító gondolatok. A jelenlegi nagyüzemi nagyvállalatok uralta rendszer fenntarthatatlan és bukásra van ítélve. Az élelem és a gazdálkodás gyökeres reformjára van szükség, ha táplálni kívánjuk az egyre növekvő népességet anélkül, hogy bolygónkat elpusztítanánk. És akkor itt egyből bekerül a képbe az, amikor a vegánoknak, vagy egyáltalán a növényi étrendet hirdetőknek azt mondják, hogy mindenkinek magánügye, hogy mi kerül az asztalra. Ez már mindenkit érint, tehát ez abszolút nem magánügy. A saját egészségedet tekintve természetesen a te magánügyed, de egyébként más tekintetben nem magánügy. Tanulságok a húsról és a világról. Az étrend nem csak pusztán ránk tartozik. Minden étkezésnek nagyon is valós hatása van az emberekre, az egész földünkön, a környezetre, a biológiai sokféleségre és az éghajlatra, amit nem veszünk figyelembe, amikor belekóstolunk egy darab húsba. Vizek, erdők, földhasználat, éghajlat és biológiai sokféleség. A természetet könnyűszerrel megvédhetnénk, ha kevesebb és más módon előállított húst fogyasztanánk. Hozzáteszem, hogyha valaki vegán vagy teljes értékű növényi étrendet követ, akkor tehát még azt sem mondjuk, hogy kevesebb húst, nem kell fogyasztani húst. A középosztály az egész világon túl sok húst fogyaszt. Ez így van Amerikában vagy Európában, de egyre inkább Kínában, Indiában és más fejlődő országokban is. És tegyük is hozzá, hogy Kínában, amíg mindenki annyira egészséges volt, hosszú életet éltek, ott is azzal, hogy nő a húsfogyasztás, a várható élettartam is nőni fog, és a betegségek kialakulása is más arányba fog változni. És az, hogy túl sok húst fogyaszt. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy sokan azzal védekeznek, hogy de hát, hogy a nagyapám meg a dédapám is 100 éves koráig élt és húst evett. Azt viszont senki nem veszi figyelembe, hogy akkor nem volt nagyipari állattartás, és nem antibiotikumozták, növekedési hormonozták, nem génmanipulált szójával letették az állatokat, úgyhogy ez egy nagyon nagy különbség, de talán még ennél is sokkal nagyobb a különbség a mai világ és az akkori világ között, hogy meg kellene kérdezni, hogy te figyelj már, nagypapa, és amikor te gyerek voltál, akkor hányszor ettél húst? Mert bizony nem az volt, mint a mostani világban, hogy szinte minden étkezésünkben ott van valami állati termék, hús, felvágottak, vagy tejtermék formájában, a vajak, a sajtok, a joghurtok, amiket ugye annyira egészségesnek hiszünk. És mondjuk az én nagyapám, vagy a te nagyapád, nagyanyád, ők mondjuk levágtak évente egy-két disznót, és az egész család azt tette egész évben. Tehát azt a használatot nem lehet felhozni ide, tehát ez nem érv a húsfogyasztás mellett, fejezzem így kiérthetően magam. A magas húsfogyasztás a nagyüzemi mezőgazdasághoz vezet, hasznot néhány multinacionális cég zsebeli be, tovább növelve ezzel piaci erejüket. A fogyasztás főként azért növekszik, mert a városlakók több húst esznek, nem a népesség növekedése jelenti a fő okot. Ugye erre is, ezt is sokan szokták felhozni, hogy mert hogy annyian vagyunk.
A mezőgazdasági ágazatok közül a baromfi tenyésztés rendelkezik a legjelentősebb nemzetközi kapcsolatokkal, ahol leginkább a nagy termelők jelenléte a domináns, viszont kárát leginkább a kistermelők, baromfik és a környezet látja. Az intenzív állattartással előállított hús nem egészséges, sok antibiotikum és hormon alkalmazása, valamint a takarmány előállítás során túlzott mértékben használt mezőgazdasági vegyszerek miatt. A városi és vidéki kisléptékű állattartás jelentősen hozzájárulhat a szegénység enyhítéséhez, a nemek közötti egyenlőségekhez és az egészséges étrend kialakításához, nem csak fejlődő országokban. Hát itt mondjuk, hogyha igénybe vettek volna mondjuk növényi étrenddel foglalkozó orvosok véleményét, akkor itt ugye az egészséges étrend kapcsán kizárt lett volna az, hogy itt ide tegyük, hogy a húsfogyasztás az bármi módon hozzájárulhat egy egészséges étrend kialakításához. A húsfogyasztás nem feltétlenül kell, hogy károsítsa az éghajlatot és a természetet. Épp ellenkezőleg az állatok megfelelő tartása a mezőgazdasági területeken is lehet előnyös a környezet számára. Erről nem tudok semmit mondani, és igazából vegánként nem is érdekel, de akit igen, az esetleg ebben a kiadványban is biztos talál rá, megtalálja ennek a témakörnek a kifejtését. Léteznek alternatívák. Számos létező kezdeményezés és tanúsítási rendszer mutatja be, hogyan nézne ki az alternatív hústermelés. Egy olyan rendszer, amely figyelembe veszi a környezeti és egészségügyi szempontokat, állatoknak megfelelő körülményeket biztosít. Vegánként erről megint csak ugyanazt tudom mondani, vagy gondolni, hogy hát igen, nagyon jó, hogyha szép körülmények között tartjuk az állatokat, de hát attól ugyanúgy, ami egónk miatt őket megöljük. Tehát én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy szép állattartás, meg jó szempont, ha egyszer árt az egészségünknek, ártunk az állatnak, akkor hogy létezik erre alternatíva? A változás lehetséges. Egyesek azt állítják, a húsfogyasztási szokásokat nem lehet megváltoztatni. Azonban ma már egy egész mozgalom fogyaszt kevesebb húst, vagy egyáltalán semmi húst. Számukra ez nem áldozat, hanem az egészséges élet és korszerű életmód része. Igen, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy sokan azt gondolják, hogy a vegánság, vagy a növényi étrend az valamiféle áldozattal jár. Az egyetlen áldozatot, amit fel tudok hozni ebben a témában, az a kis idő ráfordítás, amikor utána nézel, hogy mivel tudsz helyettesíteni tejet, sajtot, hogy tudod elkészíteni a növényi tejedet, a növényi sajtodat, vagy a tojást, hogy helyettesíted. De még ezt sem nevezném áldozatnak, hiszen állatok menekülnek meg, és védem az egészségem velem, tehát ez nem áldozatna. Itt sok téma van, érdekes megnézni mindenféle kimutatást. Én megmondom őszintén, hogy én csak azokat szedtem ki, és jegyzeteltem ide magamnak, ami nekem érdemes volt, és szeretnék beszélni róla, de mondom, azért hagytam itt ezt a húsatlaszt, hogy mármint a borítóját, hogy bárki le tudja tölteni a honlapról, és akkor teljes információt kap erről a kiadványról. A 15. oldalra írtam valami jegyzetet. 14, 15. Na, levágott állatok világszerte. Hát most nézzétek meg, hogy ezek milyen brutális számok, ha összehasonlítod azzal, hogy mennyi ember él a Földön, mennyi éhező ember van a Földön, ehhez képest ez szerintem olyan brutál számok, bármelyiket is nézed, hogy ez valami teljességgel őrület. Most ez, látom, ez egy 10 éves adat. Kíváncsi lennék, hogy mondjuk az elmúlt, tehát egy mostani statisztika vajon mit mutat. Hát biztos vannak olyan országok, ahol csökkent, mint ahogy olvashattuk, hogy például Kínában egyre több hús kezdenek el fogyasztani, úgyhogy ingadozás biztos van, de hogyha tényleg csak azt nézzük, hogy hány ember él a Földön, és ehhez képest mennyi haszonállatot ölünk meg, tartunk, sőt, igazából hozzuk világra őket, ugye, ami egónk miatt, döbbenetes.
A legtöbb iparosodott országban a vágóhidakat a városokból, na ez nagyon érdekes, igen, már tudom, miért írtam ezt, hogy ezt olvassuk fel. A legtöbb iparosodott országban a vágóhidakat a városokból városkörnyéki, vidéki területekre telepítették át, hogy a vágás kegyetlenségét, a vér látványát és az állatok visítását eltüntessék a fogyasztók szeme elől. Ez modern társadalmi normát tükröz, az erőszakot száműzzük a nyilvánosság látóteréből. A vágást és mészárlást a többség számára láthatatlanná tették, ezáltal elvágták a kapcsolatot a hús és a városba szállított és a vágóhídon elpusztított élő állatok között. A legtöbb fogyasztó már csak a légmentesen csomagolt húskészítményt látja a bevásárló központok polcain. Végezetül az állatokat érő bánásmód két fronton támadható. Az állatvédő mozgalom a szabályok rendszeres áthágását és az állatokat érő kegyetlenségeket ellenzi, mint például a hosszú szállítás, nem megfelelő altatás vagy az állatok verése a vágóhídra hajtáskor. Másrésztről az állatvédők az állatok tömeges lemészárlását elvi alapon ellenzik. Azt állítják, a hús előállításának állandó velejárója az állatok elleni erőszak. Az állatvédő aktivisták nem megreformálni akarják az ipari vágást, teljesen be akarják tiltani. Azt állítják, a húsipar az állatokra pusztán mint termékekre tekint, ezzel szemben a társadalomnak fel kellene ismernie egyediségüket, és hogy ők is szenvednek. Megszakítottuk a kapcsolatot az élő állatok és a csomagolt termékek között, ugye? Hát mindenki úgy van azért ezzel, hogyha nem látom, akkor biztos nem is létezik, holott mindenki tisztában van vele, hogy bizony létezik ez a kegyetlen iparág, és igyekszünk nem foglalkozni vele, holott mindenki annyira állatbarátnak és állatvédőnek tartja magát, de ez itt főleg Magyarországon, de azt hiszem, hogy a világ minden részén az a jellemző, hogy a kóbor cicákat, kutyákat védjük, meg befogadjuk, meg beszélünk róla, sőt, az állatkísérletek ellen is vagyunk, ugyanakkor részt veszünk ebben a kegyetlen üzletágban, tehát a pénzünket adjuk ahhoz, hogy bizony állatokat kínozzanak és öljenek meg. A 20. oldalt jelöltem be. Mondom, nagyon érdekes kis statisztikák vannak nagyon nagy területre kiterjedően, úgyhogy aki egy kicsit is érdeklődik ebben az irányban, annak tényleg javaslom, hogy töltse le ezt a kiadványt és olvassa el. A hússzelet rejtett költségei. A húsra ragasztott árcédula nem tükrözi tartalma előállításának valós költségeit, a környezetet és az adófizetők pénztárcáját érintő rejtett költségek sokkal magasabbak. Ha ezeket a költségeket is beleszámítjuk, a haszonállattartás valószínűleg nettó veszteséggel jár. A fejlett világban és a gyorsan fejlődő gazdaságú országokban a haszonállattartók száma csökken. Az állattenyésztő ágazat nagy üzeművé válik, a hústermelő vállalatok terjeszkednek. Ezen vállalatok nyeresége nem csupán saját erőfeszítései eredménye. Ugyanúgy a nagy üzemi gazdálkodás és az állati takarmány használata által okozott környezeti károkra épül. Olyan költségekre, amelyeket a vállalatoknak nem kell megfizetniük. Ezen felül állami támogatásban is részesülnek. E támogatások gyakran a minél nagyobb a vállalat, annál magasabb a támogatás mottó szellemében osztják szét. Még nem készült összesített gazdasági és ökológiai elszámolás, de a fő körvonalak megítélhetők. Egy állati termék megvásárlásával három árat kell megfizetni. Egyet a vásárló fizet, egyet az adófizető, és egyet a természet. A fogyasztó az első ár alapján dönt a termék értékéről. A másik két ár rejtett támogatásokat képvisel, melyeket a termék előállítói és kereskedői kapnak. Valószínűleg a természet fizeti a legnagyobb árat, de ezt nehéz kiszámolni. Az elmúlt 3 évtized során közgazdászok és könyvelők kidolgozták a saját környezeti gazdasági számvitelüket, amely megbecsüli a környezetben tett károk pénzbeli értékét. Beletartoznak a nagyüzemi gazdálkodás által okozott költségek, amelyek nem jelennek meg a vállalatok mérlegében, mint például az állatok elborzasztó körülmények között tartásával megtakarított pénz. A természetet érő károk között van a túltrágyázás, mely a szerves és hígtrágya szétszórásával és a takarmány kukorica és más szemes takarmány termesztéséhez használt trágyától keletkezik.
Ha egy kút vízminősége romlik a magas nitrát tartalom miatt, a költségeket nehéz kiszámolni, gyakran csak akkor ismerik fel, amikor a kutat már le kell zárni, és az ivóvizet máshonnan kell szállítani. Egyéb externális hatások, olyan költségek, amelyek nem jelennek meg a fogyasztói árban, akkor merülnek fel, amikor a túlzott műtrágyázás miatt a talaj nem tudja megszűrni az esővizet, ha az erózió elszállítja, ha csökken a biológiai sokféleség, vagy ha az algavirágzás megöli a halakat és elrettenti a turistákat. Azonban a legkiterjedtebb kár leginkább a kiváltó okoktól távol keletkezik. Az intenzív állattartás nitrogén vegyületeket, például ammóniát bocsát ki a légkörbe, amivel kiemelten hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A 2011-es európai nitrogén felmérés szerint ez a kár 70-320 milliárd dollárra rúgott Európában. A tanulmány szerzői arra a következtetése jutottak, hogy ez az összeg valószínűleg túllépi a földrészen a mezőgazdasági ágazatból származó összes nyereséget. Ha ezt számításba vennénk, az ágazat egésze veszteséges lenne. Kínai példa. Ázsia. Itt van egy nagyon érdekes, hogy állati termékekre és takarmányra mekkora támogatás jár. És igen, hát itt van, itt milliárd dollár, tehát igen. Na nézzük, van-e még itt valami, amit fel akartam olvasni. A legmagasabb terméshozam elérése végett, a földeket műtrágyával trágyázzák, amelyek könnyen oldódó tápanyagokat is tartalmaznak, ez duplán terheli a környezetet. Az olcsó hús csak a környezetszennyezés árán érhető el. A másik nagy ismeretlen a hús valódi árában közpénzeket felhasználó támogatások. Egy támogatási csomag sokféle összetevőből áll. Az Európai Unió támogatást nyújt a takarmány növényekre, és az új ólak építését akár 40%-ban is támogatja. A 2013-tól működő válság alapból kaphatnak támogatást nagyüzemi gazdálkodások, például hús vagy tejpor exportjára. A nemzeti adófizetőkre további terhek hárulnak. Ők fizetik a szállítási infrastruktúra költségeit, például a takarmány kereskedelmet bonyolító kikötőkét. Számos országban a hús csökkentett forgalmi adózású. Ráadásul a vágóhídi munkások alacsony bére lehetővé teszi, hogy olcsóban állítsák elő a húst. Politikai szempontból az alacsony béreket tekinthetjük támogatásnak, hiszen a vállalatok csak akkor fizethetnek ilyen keveset, ha az állam nem ír elő kötelező minimálbért. Még ez is érdekes. Kevés szegény ország tudja ilyen módon támogatni gazdálkodóit. Ehelyett inkább olyan törvényekkel támogatják őket, amelyek megengedik az emberek és a környezet kizsákmányolását. Csupán azért, hogy megtarthassák legolcsóbb hús vagy takarmány beszállítói pozíciójukat a világpiacon, a kormányok engedik, hogy a dolgozóik rabszolgakörülmények között gürcölhessenek, kevés pénzért alacsony áron bérbeadják az állami földeket nagyüzemi gazdálkodóknak, és nem tesznek semmit az illegális favágóknak ellen, aki kiirtják az erdőt egyes területeken, hogy azt a gazdák elfoglalhassák. Én nem tudom, nem először olvasom ezt a kiadványt, és alapjaiban tisztában vagyok a dolgokkal, de ezek az információk még most is, hogy elolvastam, teljes mértékben ledöbbentenek. Tehát, hogy gondold el, hogy a te adódból mi zajlik, a megvásárolt állati termék kell. Te mit, miket támogatsz? Tehát, hogy nem, szerintem nagyon durva. Mindegy, hát mindenki rakja össze a fejében, tehát lehet, hogy csak én borulok ki ezeken a tényeken. Miért pusztítják ki a gazdaságok a halakat, csökkenő biológiai sokféleség földön és vizen? Felírtam, igen, ezt az oldalt is. Mezőgazdaság szerepe a teljes környezeti terhelésben. Aha, hát igen, nagyszerű. Igen, tudom. Ez nagyon jó. A műtrágya túlzott használata árt a növényeknek és állatoknak, károsítja az ökoszisztémákat szerte a világon. A talajvízbe jutó nitrátok rákot okozhatnak. A partmenti vizekben oxigénhiányos halálzónákat hoznak létre. Ha sok nitrogént juttatunk egy adott víztömegbe, csökkenni fog az oxigén tartalma. A probléma súlyosságát megfigyelhetjük a mexikói öböl partmenti vizeiben. A Mississippi torkolata körül a tenger körülbelül 20 000 négyzetkilométerén annyira kevés az oxigén, hogy halálzóna alakult ki, ahol a rákok és a halak nem képesek megélni. 2011-ben kutatók megfigyelték, hogy az öbölben a női ivarú halak ivarsejtjeiben hím ivarsejt fejlődött, mivel az oxigén hiány megzavarta az enzim egyensúlyokat.
Annyira szeretném tényleg megértetni, hogy lássátok, hogy mekkora jelentősége van annak, ha nem fogyasztotok állati terméket, hogy én nagyon érzékeny téma, tehát én ezt most már lassan 4 éve csinálom, ugyanúgy tudom, hogy kiakasztja a gondolat az embereket, hogy miért mondom ezt. Talán az nem is foglalkoztatja őket, hogy nekem milyen érdekem fűződik hozzá, sőt, senkiben nem merül fel, hogy egy vegánt vajon mi mozgat. És amit nagyon fontos lenne figyelembe venni ebben a mostani világban, hogy amíg mindent, de mindent a pénz mozgat, addig a vegánt ez nem mozgatja. Mert most egy vegán, ha elmondja neked, hogy miért ne egyél húst, most ahhoz neki milyen érdeke fűződik, ezt érdemes átgondolni. A tengeri pusztulásokkal túlzott mértékben alkalmazott műtrágyázás a Mississippi vízgyűjtő területén, ahol az Egyesült Államok takarmány termesztésének és nagyüzemi gazdálkodásainak szinte egészen összpontosul. A folyó magával szállítja a nitrogént és a foszfort az öbölbe. Ott ezek a tápanyagok elősegítik az algásodást, vízi növények és baktériumok fejlődését, amelyek felhasználják a tengervízben feloldott oxigént. Egy liter tengervíz általában 7 mg oldott oxigént tartalmaz. A Mississippi torkolatánál kevesebb, mint 2 mg-ot. Itt egyedül azok az élőlények aktívak, melyek élete nem függ az oxigéntől. A nagyüzemi állattartás nem csak a tengereket érinti, a talajt is károsítja. Az állattartó területekről származó hígtrágyát és istálló trágyát gyakran ötletszerűen alkalmazzák a talajon. Ez még nagyobb veszélyt jelenthet, mint az ásványi műtrágya túlzott használata, főleg a jó vízelvezetésű területeken. A nitrátok belemosódnak a talajvízbe, ami ivóvizeink elszennyeződéséhez és egészségünk károsításához vezethet. Testünkben ezek nitrozaminokká változtatnak, amelyekről fennáll a gyanú, hogy nyelőcső és gyomorrákot okozhat. A túlzott mértékű műtrágyázás szinte az összes veszélyeztetett fajt érinti a Természetvédelmi Világszövetség vörös listájáról. A nagyüzemi gazdálkodások túlméretes lábnyoma, takarmánytermesztés és a hígtrágya szétöntözése. Itt egy érdekes ábra, nitrogén a talajban és a vízrendszerben. Kékkel láthatod a nitrogén fő forrását haszonállatok esetében, pirossal pedig a műtrágya. Fajokban szegény bolygó. A haszonállatok genetikai bázisa egyre zsugorodik. Mindössze néhány specializált fajra támaszkodunk, mint például a fekete-fehér Holstein fríz tejelő marhára, melyet 130 országban tenyésztenek. A csirkék, kecskék, sertések és juhok között is néhány magas hozamú fajta a legelterjedtebb. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ezeket az állatokat is ugye igyekszenek genetikailag módosítani. Például itt ez a Holstein fríz tejelő marha, akit ha összehasonlítasz, például vegyünk egy 1950-es években élő tehenet, aki otthon el volt a nagyszülők udvarán, hogy ő mennyi liter tejet adott, és mondjuk egy ilyen Holstein marha, arról nem beszélve, hogy neki még az a nagy jelentősége, hogy megszületik a kis bocia, hogy szinte a szülés után szinte azonnal újra megtermékenyíthető. Azért az ember képes úgy befolyásolni egy állati fajt, hogy az abszolút neki kedvezzen. Tehát tök mindegy, hogy mi lesz azzal az állattal. Csirke esetében meg lehet nézni, hogy mi számított kifejlett tyúknak, vagy mennyi ideig növesztettek, mennyi idő alatt ért el bizonyos súlyt egy csirke, egy tyúk, mint most például, vagy a napi tojás mennyiségeket érdemes összehasonlítani. Mindezt azért, mert hát az embernek az egója miatt ilyen speciális állatokra van szükség, ugye minél nagyobb haszonra tudjanak szert tenni, és most már láthattad, hogy és erre nem azért van szükség, mert olyan sokan élünk a bolygón, hanem mert annyira nő a húsfogyasztás. Érdemes elolvasgatni, hogy megdöbbentő számomra például, hogy a baromfi ágazatban a baromfival kapcsolatos kutatásfejlesztés 97%-áért 4 vállalat felelős, tehát hogy egy ekkora iparág, és 4 vállalat kezében van a java.
Na, menjünk tovább. A 26. oldalon néztem valamit. Vállalatok és profiljaik. Hát ezzel külön azért nem foglalkozom, mert igazából nem tudom, hogy ezek kinek mond-e bármit ezek a cégnevek, de ha érdekel, akkor nézzétek meg. Na, ugye, itt van ez a nagyon-nagyon kényes és nagyon-nagyon fontos téma, az antibiotikum kérdés. Ugye szeretjük azokat az orvosokat, akik nem azonnal antibiotikumot írnak fel nekünk, és ezért tök hálásak vagyunk, mert félünk attól, hogy antibiotikum rezisztensek leszünk. Holott inkább ott kezdődik a probléma, nem az, hogy te 2 évente kapsz egy adag antibiotikumot, mert esetleg olyan bajod van, vagy pár évente, vagy nem tudom, hanem az, hogy hogy az állatokkal te milyen antibiotikumot viszel be a szervezetedbe, és ezek után lehet, hogy hiába ír fel neked antibiotikumot az orvosod, nem foghatni. Sokkal szigorúbb globális szabályozással lehetne csak elérni, hogy felhagyjunk a gyógyszerek helytelen felhasználásával az állattenyésztésben. Megdöbbentő számok, most nem emlékszem, hogy itt olvastam-e, hogy az antibiotikumoknak a nagy százalékát az ipari állattartás használja el, nem az embergyógyításra kerül felhasználásra. Szuper kórokozók, előidézői, ugye? Itt van a Bibi. A nagyüzemi termelők nagy mennyiségű gyógyszert használnak, nehogy futó tűzként terjedjenek a betegségek a hatalmas állattartó telepeken, és hogy serkentsék a növekedést. Ez azonban veszélyes. A baktériumok ellenállóvá válnak azokra a gyógyszerekre, amelyek létfontosságúak az emberi betegségek gyógyításához. A halálok a felhorzsolt térd. Ami ma még fikciónak tűnik, hamarosan valósággá válhat. Azt hiszem, hogy erről is egyébként most már egyre több hivatalos információ jelenik meg. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy ha így folytatjuk az antibiotikumok meggondolatlan téves használatát az állattenyésztésben, elérhetjük az antibiotikumokon túli korszakot, amikor olyan egészségügyi állapotok, amelyek most könnyen gyógyíthatóak, ismét halálossá válhatnak. Ennek ellenére kevés ország foglalkozik az antibiotikumok állattenyésztésbeli felhasználásának kérdéskörével. Az antibiotikumokat arra használják, hogy az állatok biztosan kibírják a nagyüzemi gazdaságok körülményeit a levágásukig. Nagy részüket azonban arra is használják, hogy fokozza és gyorsítsa a növekedést. Azoknak a sertéseknek, melyek antibiotikumot kapnak, például 10-15%-kal kevesebb takarmányra van szükségük piaci súlyok eléréséhez. És akkor láthatod az összefüggést, tehát hogyha eddig én hiába mondtam, és nem hitte, vagy nem akartad elhinni, vagy azt hitted, hogy hülyeségeket beszélek, akkor most észre kell venned, hogy mennyire a pénzről szól mindegy, tök mindegy a te egészséged, meg hogy meddig élsz, a pénz mozgat mindent. És tudom, hogy valahol tisztában van ezzel mindenki, de azért, amikor ilyet elolvasol, akkor azért csak érdemes lenne elgondolkodni, hogy sokan kétségbe szokták vonni, hogy miért mondok én olyanokat, hogy a hús egészségtelen, hiszen minden arról szól, hogy húst kell lenni, hogy legyen fehérjénk, meg ilyen marhaságok. Hát azért, mert pénz, pénz, pénz. Tök mindegy, hogy mi van veled, csak a pénzt ad nekik. Na. Habár az Európai Unió 2006-ban betiltotta a növekedést serkentő antibiotikumok használatát, az még nem vezetett a használatuk jelentős csökkenéséhez a gazdaságokban. Rendszeres vizsgálatok nemrégiben kimutatták, hogy 2011-ben 8500 tonna antibiotikus összetevőt adtak el 25 európai országban. Németország a legnagyobb felhasználó évi 1600 tonnával. Azonban Dánia, ahol az állatorvosok viszonylag szigorú ellenőrzés alatt állnak, a német fejadag csupán 1/3-át éri el. Tök jó Dánia, de ha egyszer be van tiltva, ennyinek se kellene ugye lennie. Egyesült Államok, Kína... Na így olvasok tovább, hogy lásd az ábrát is közben. A nagyüzemi állattartás intenzívé válása az elmúlt évtizedekben gyors ütemben zajlott le, és az antibiotikumok bizonyultak a folyamat egyik hajtóerejének. Funkciójuk kettős. Segítik az állatokat túlélni a haszonállattartás gyászos körülményei között közepette a levágásig,
és serkentik a növekedést. A WHO szerint manapság több antibiotikumot kapnak az egészséges állatok, mint az emberek. A növekedést serkentő antibiotikum használata a világ nagy részén engedélyezett, és az elmúlt időszakig a fejlődő világ majdnem összes nagyüzemi hústermelője az állati takarmányba folyamatosan, alacsony dózisokban antibiotikumot adagol. A haszonállatok általában ugyanazt az antibiotikumot kapják, mint az emberek. Ahány alkalommal beadnak egy antibiotikumot, fennáll a veszélye, hogy arra kialakul a rezisztencia. A szuperkórokozók. Olyan embereket is megtámadni képes patogén baktériumok, mint az Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, több különböző antibiotikummal szemben ellenállóak, ezáltal kezelésük különösen nehéz feladat. Az eszement antibiotikum használat az állattenyésztésben súlyosbítja a rezisztencia problémát. Általában állatok egész csordáinak adagolják a takarmányon vagy a vizen keresztül. Képtelenség bebiztosítani, hogy minden egyes állat megfelelő mennyiségű gyógyszerhez jusson. Ritkán vetik diagnosztikai vizsgálat alá, hogy vajon megfelelő antibiotikumot használnak-e épp. Hát... Tényleg döntsd el, hogy te mit gondolsz. Szerintem katasztrófa. Egy vágóállat kilogrammra jutó antibiotikum eladások milligramban, 2011-ben beleértve a lovakat is. Folytatjuk ezt a témát, itt nagyon jó. Az ellenálló baktériumok sok... Így lejövök, hogy itt még ezt esetleg ezt az ábrát láthasd. Hát nem férek így el. Az ellenálló baktériumok sokféle módon terjedhetnek át az állatokról az emberekre. Az egyik nyilvánvaló kapcsolat a tápláléklánc. Az állatok vágóhidi levágásakor és feldolgozásakor a baktériumok megtelepednek a húsba és bekerülhetnek a fogyasztók konyhájába. Nem ez az egyetlen módja azonban, hogy az emberek ki vannak téve az ilyesfajta szuperkórokozóknak. Az ellenálló baktériumokat az állattartó épületek elszívó ventilátora is elfújhatja néhány száz méterre. A baktériumok csak úgy nyüzsögnek az állati ürülékben, amit trágyaként szétszórnak a földeken. Ha a baktérium egyszer már a talajban van, belemosódhat a folyókba és tavakba. A baktériumok az állattartó telepeken és a természetben is folyamatos kölcsönhatásban vannak. Tovább fejlődnek és szaporodnak, genetikai információt cserélnek. Ezáltal növelik az egykori hatékony antibiotikumokban ellenálló baktériumok halmazát. Az állatok és hús előállítása világszerte a bolygót átszelő kereskedelmi és szállítási kapcsolatrendszerbe illeszkedik. Ezek a kapcsolatok elősegítik a rezisztens baktériumok gyors terjedését, a szuperkórokozók a WHO szavaival hírhet világutazók. Az antibiotikumok meggondolatlan használata a világ egyik felén ezáltal nem csak a helyi lakosság számára jelent veszélyt, hanem veszélyezteti az emberek egészségét a világ más tájain is. Nagyon fontos itt, ami a zöld karikában van, de ugye eddig is erről beszéltem. A nagyüzemi állatgyárak elkerülhetetlenül veszélyes új baktériumtörzseket tenyésztenek. Azt hiszem, hogy ez az antibiotikum kérdés, ez leginkább megdöbbentő. Már 2,5 milliárd ember él súlyos vízproblémákkal küzdő területen. Na. Hát nézzük. Az én lakóhelyem környékén is az elmúlt időszakban jellemző volt, hogy csökkent a víznyomás, ment a panaszkodás, mindenki ment a vízszolgáltatóhoz, és különböző eszmecseréket olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ki mit tesz ennek érdekében, hogy ezt elkerüljük, akkor ugye természetesen az volt, hogy ne most töltsük meg az udvari nagymedencét, figyeljünk oda, hogy most kevesebbet fogyasszunk, ne most akarjuk gyönyörű zöldre varázsolni a gyepünket, hanem most egy pár napig figyeljünk oda. És akkor jöttek a különböző ötletek, hogy hát mi szuperek vagyunk, mert gyűjtjük az esővizet, hát igen, ez szuper, tehát ez tagadhatatlan, de nem esett szó, és nagy valószínűséggel azért, mert ezzel sincsenek tisztában az emberek, de miért is lennének, hát ez nem, erről nem beszélnek ugye a televízióban, vagy a különböző felületeken, hogy mire is megy el a világ vízkészlete. Hát nézzük meg, hát ha.
Hát, ha itt szó esik erről. A világ állattenyésztő ágazatának növekedése fokozza a folyók és tavak túlterhelését. Nem mintha az állatok kifejezetten szomjasak lennének, azonban nagyon sok víz szükséges a táplálékul szolgáló takarmányuk termesztéséhez, valamint a nagyüzemi állattartó telepekről érkező ürülék nitráttal és antibiotikum maradékokkal szennyezi a talajvizet. Ja. Az elmúlt évszázad során a világ legfontosabb tápanyagának, az édesvíznek a fogyasztása 8-szorosára nőtt. A népesség növekedéséhez képest továbbra is több mint kétszeres ütemben növekszik. Ennek eredményeként az emberiség egyharmadának nem áll rendelkezésére elegendő víz, és 1,1 milliárd embernek nincs hozzáférése tiszta ivóvízhez. A tavakat, folyókat és óceánokat teletömjük tápanyagokkal és szennyezőanyagokkal. Ugyanakkor a vízszint a világ számos pontján drámaian csökken. Nagy folyók, mint az Egyesült Államokbeli Colorado, vagy a kínai sárga folyó már hónapokig nem érik el a tengert, mert vízük olyan nagy hányada eltávolításra került. A világ népességének növekedésével a vízfogyasztás tovább nő. A fogyasztás korlátozása nélkül a vízellátás összeomolhat. Ezek azt hiszem még olyan információk, amik esetleg hozzád is eljutottak. Nézzük tovább. A legnagyobb vízfelhasználó és a világméretű vízválság fő okozója a mezőgazdaság. A világon rendelkezésre álló ivóvízkészlet 70%-át használja fel, míg a háztartások 10% és az ipar 20% sokkal kevesebbel beérik. A mezőgazdasági vízfelhasználás egyharmada az állattenyésztésben történik. Nem azért, mert a tehenek, sertések vagy tyúkok olyan rendkívül szomjasak lennének, hanem mert közvetve a takarmányon keresztül fogyasztják a vizet. Egy WWF tanulmány szerint 15.500 liter vízre van szükség 1 kg marhahús előállításához. És most olvasd el te ezt a mondatot még egyszer. Egy kisebb úszómedencényi víz 4-20 szeletért. A mennyiség addig meglepő, míg meg nem nézzük, hogy mit fogyaszt egy tehén az élete során. 1300 kg szemes takarmányt és 7200 kg szálas takarmányt. Ennyi takarmány termesztéséhez nagyon sok víz szükséges. Ehhez adódik még 24 köbméter ivóvíz és 7 köbméter az istállók tisztítására állatonként. Végeredményben 1 kg marhahús előállításához 6,5 kg gabonára, 36 kg szálas takarmányra és 15.500 liter vízre van szükségünk. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének statisztikái ugyanilyen megdöbbentőek. 1000 kalória élelem előállításához gabonafélék formájában körülbelül 0,5 köbméter vízre van szükség. Ugyanennyi kalória előállításához hús formájában 4 köbméterre, tejtermék formájában 6 köbméterre, és ezek az átlagadatok. Továbbá ne feledjük, nem minden marha egyenlő. Egy intenzív gazdaságban felnevelt marha sokkal több vizet igényel, mint amelyik szabadon legel. És világszerte egyre több állatot tartanak fedél alatt, mint szabadon. A jószágok vízre kifejtett hatása nem korlátozódik a fogyasztásra. Az állattenyésztő ágazat nagy problémája a szerves és műtrágyából származó nitrátok és foszfor okozta vízszennyezés. Itt most már nem is megyek a szennyezésre, mert már azt egy kicsit érintettük. Hát, ami itt van adat, azt úgy, én úgy nyilvánosságra hoznám. Tehát úgy, megyünk akárhol, főleg ugye nagyvárosokban, tele van minden a húsreklámokkal, tele van a tévé a húsreklámokkal. Van pofájuk olyan reklámokkal jönni, hogy már szabadon tartott tyúk, meg legelészik a boci, meg minden marhasság, ami értem én, hogy nyugtatja az emberek lelkiismeretét, és te is nyugodtabban veszed meg, elolvasod, hogy jaj, hát ez szabadtartású tojás, és ja, milyen jó vagyok, és mekkorát tettem a környezetért. És ez most nem szemrehányás, senki ne értse félre. És megértem, hogy megnyugtató, hogy ezt látjuk mindenhol.
De mondjuk, miért nem kerülnek ki ezek az adatok, hogy igen, 1 kiló marha hús ennyibe kerül, nem tudom mennyibe kerül. Régen is nagyon drága volt, hát most nem tudom, biztos több ezer forint, vagy nem tudom. De én akkor mellé raknám, hogy de ehhez 15.500 liter vízre volt szükség. 6,5 kg gabonára, 36 kg szálas takarmányra. Persze, hogy nem tesszük ki, mert azért ez nem egy megnyugtató információ. Sőt. És képzeljétek el, mi lenne, ha egyik napról a másikra, mondjuk, legyen csak a világ lakosságának a fele, nem venne húst. És nem, az nem érdekel, hogy a gazdálkodók mennyire járnak rosszul, vagy milyen kár éri őket, bocsánat. Itt még szintén az antibiotikum szennyezés. Amennyiben a húsfogyasztás ilyen gyors ütemben nő a század közepére, a takarmány termesztéséhez szükséges vízmennyiség megduplázódik. Már magában az emberi népesség növekedése is azt jelenti, hogy meg kell találnunk a víz felhasználásának gazdaságosabb módjait, mert ugyanannyi mennyiségű víz áll majd a népesség népesebb lakosság rendelkezésére. Virtuális víz. Kár, hogy nem fér ide bele az egész, na mindegy. Hát menjünk végig, hogy 1 kg vagy 1 liter előállításához mennyi vízre van szükség. Ugye a marhát megbeszéltük, sajt, rizs, tojás, cukor, búza, tej, alma, sör. Tehát most nem azért, összehasonlításként egy kád körülbelül 140 liter vizet tartalmaz, tehát akkor össze lehet hasonlítani. Én most nem azt mondom, hogy kezdjetek el sört inni, mert megéri, vagy óvjuk a környezetünket vele, de biztos, hogy mindenképpen maga a vízfogyasztás csökkenne, ha ezzel élnénk, és nem a marhahússal, de ne, ez csak egy vicc volt. Szóval a növényekkel ennyi vizet használunk el. Egy szomjazó iparág. Na, menjünk tovább. Gabona és állatetetés. Bolygónk megművelt föld területének 1/3-át 1 milliárd tonna takarmány termesztésére használják. A kérődzőknek és az embereknek nem szükséges a táplálékokon versengeni. Azonban ahhoz, hogy több húst termeljünk, több gabona készítménnyel kell etetni az állatokat. Ha otthon nem tudunk eleget termeszteni, külföldről kell behozni. A fű, a szilás és a széna kevés energiát tartalmaz, így annak érdekében, hogy állatainkból többet tudjunk kihozni, nagy mennyiségű szója, kukorica és egyéb gabonaféle készítményekkel etetjük őket. Ezek protein tartalma fokozza a termékenységüket és növekedésüket, fejleszti izmaikat és fellendíti a tejtermelést. Rostban viszont szegények. És megnövelik a savtermelést az állatok bendőjében. Ennek ellensúlyozására adalékanyagokkal dúsítjuk a takarmányt. Tehát mit tesznek az állatok a telepeken? A FAO becslései szerint a szarvasmarha takarmány 20-30% a készítményekből áll. A sertések vájúja 6-tól egészen 25%-ig szóját tartalmaz, a sertés korától függően. Hű, most nem is tudom hirtelen, hogy itt szó esik-e a génmanipulált szójáról. Ha bocs, akkor majd ott kihagyom, vagy legfeljebb kétszer mondom el, de értékes információ. Sokan nem akarnak szóját fogyasztani, mert hogy génmanipulált. Emberi fogyasztásra nem lehet génmanipulált szóját eladni. Ellentétben a haszonállatokat lehet vele etetni. Ezt érdemes észben tartani. De ezt nem is tudom, hogy miért írtam be igazából. Azt nem írtam be jegyzetbe, hogy innen mit olvassak fel. Lehet, hogy azért, most jut eszembe, hogy az egy ilyen nem vegán körökben ilyen elterjedt hír, hogy, vagy információ, hogy a
amikor írtják az esőerdőket azért, hogy szóját tudjanak termeszteni, akkor mi vegánok vagyunk megvádolva, hogy ez miattunk van, mert hát mi fogyasztjuk a szóját. Azért érdemes azt, és most azt sajnálom, hogy itt ebben a kiadványban lehet, hogy nincs róla szó, hogy a szójának hány százalékát az állattartás miatt termesztik. Tehát, hogy nem azért, mert hogy legyen emberi fogyasztásra, hanem, mint minden mást, azért, hogy a haszonállatoknak bőven legyen. Szántóvá és legelővé alakított füves és cserjés területek. Tehát ugye tudjuk jól, hogy megy az erdőirtás világszerte. Összességében bolygónk 14 milliárd hektár megművelt földterületének közel egyharmadán takarmányt termesztenek. Ha beleszámítjuk a haszonnövények állati táplálékba kerülő melléktermékeit is, mint például a szója szalmája, a szója repce vagy szőlő törkölypogácsa, valamilyen módon a szántóföldek háromnegyedét állati takarmány termesztésére használják. A mezőgazdasági fejlődésről készített átfogó ENSZ tanulmány szerint az állattenyésztés a mezőgazdasági területek 70%-át használja. Szerintem ez is olyan tragikus szám, hogy most komolyan ennyi energiát, területet, élelmet elhasználunk azért, hogy állatot tenyészünk, hogy megegyük. Sokan azért esznek húst, mert, vagyis azt gondolják, hogy azért fontos húst fogyasztani, mert hát a fehérje. Hát abban miért nem gondolsz bele, hogy vajon az az állat honnan szerzi a fehérjét? Hát bizony az elfogyasztott növényből. Akkor én inkább kihagyom ezt a közvetítő részt, és akkor én megeszem a növényt. Tele vagyunk éhező emberekkel, ehhez képest ugye állattenyésztés a mezőgazdasági területek 70%-át használja. Hát nem lenne egyszerűbb emberi fogyasztásra alkalmas zöldségeket, növényeket termeszteni, hogy mindenkit jól lakassunk? Nagyon, nagyon érdekes kimutatások vannak, tényleg érdemes ezen bogarászni. 34. oldal. Minél több szója, annál több gyomirtó permet, a rákos megbetegedések száma emelkedik. Na, itt ez egy jó kis ábra. Tehát itt van a nagy százalék takarmánynak megy el. Meg biodízel. Tök jó, ugye? Tehát nem mi vegánok tehetünk róla, maradjunk annyiba. Szarvasmarha negatív hatása az éghajlatra. Ezt így nagyon sokan, akik ki vannak akadva, nagy húsimádók, mindig röhögcsélnek azon, hogy jaj, hagyjad már, majd biztos azért van klímaválság, mert a tehén telefingja a levegőt. Hát nézzük meg. Ha a kérődzőket fűfélékkel, fokhagymával tápláljuk, csökkenhet a metán kibocsátás. Hát az ember bármit képes kitalálni, bármibe képes kapaszkodni, csak ne kelljen lemondani az egójáról, ízlelő bimbóinak a boldoggá tételéhez, csak ez egy olyan fura dolog számomra, hogy ott sem a hús szeretet, hanem a fűszerezését, mert hogyha hús szeretnéd, akkor megennéd úgy, ahogy van, nyersen és minden nélkül, tehát, hogy ilyen... Ne. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel egyharmadát közvetlenül vagy közvetve a haszonállatok termelik. Azonban a gazdálkodók és tudósok azt állítják, a megfelelő gazdálkodási formával elkerülhető, hogy a haszonállatok terheljék az éghajlatot. A becslések közötti lényeges, az állattenyésztéssel foglalkozók nem csak áldozatai az éghajlatváltozásnak, hozzá is járulnak. Attól függően, hogyan számítjuk, a haszonállatok felelősek az üvegházhatású gázok kibocsátásának 6-32%-áért. A FAO számításai szerint ez az arány 14,5%. A becslések közötti lényeges különbség abból ered, hogy a számításaikhoz mást vesznek alapul. Csak a haszonállattartásból eredő közvetlen kibocsátást vagy beleveszik a takarmány előállításával, a műtrágya és gyomirtószerek előállításával, szántással, szójaültetvények számára végzett erdőirtásokkal és a tőzeglápok lecsapolásával együtt keletkező teljes kibocsátást is. Tehát amikor arra gondolsz, hogy fingik az a tehén, akkor ennél azért többről van szó, ezt is így teljes egészében érdemes ugye vizsgálni.
A takarmány előállítását és használatát gyakran kihagyják a hús vagy egyéb állati termékek, mint a tojás, tej és vaj széndioxid lábnyom számításából. Azonban környezettudósok véleménye szerint a lábnyomnak tartalmaznia kellene az adott termékek életciklusa alatt keletkező összes kibocsátást. Az előállítástól a használaton át az ártalmatlanításig. Ártalmatlanításig? Jaj! Ártalmatlanításig. Ó, ez nekem nem tetszik, ez a megfogalmazás, ez így ártalmatlanításig. Na mindegy. A műtrágyák és szerves trágyák előállítása és használata az állattenyésztésből származó üvegházhatású gázkibocsátás több mint egyharmadáért felelős. Na, ezt a részt nem olvasom tovább, tehát hogyha innentől kezdve valaki azon röhögcsél, és azt mondja, mert a tehén fingik, és attól nem lesz, tehát nem okoz kárt a klímába, akkor ezt így teljes egészében tessék figyelembe venni, és akkor más lesz a helyzet. Széndioxid egyenérték kilogramban per kilogram hús kibocsátás, hát igen. Amit a tányérodon nem látsz, a globális haszonállat ellátási láncból fakadó üvegházhatású gázkibocsátás. Állati termékenként széndioxid egyenérték milliárd tonnában. Na, most viszont azt sajnálom, hogy igen, ezt látjuk, hogy gáz-gáz, de mondjuk ide összehasonlításnak, mivel ugye trágya alkalmazás üzemanyagként meg ilyenek, trágya a nem takarmány jellegű növényeknek, vágás mellé. Itt jó lett volna esetleg, és mondhatnám azt, hogy magam ellen beszélek, de nem, mert tudom, hogy hiába lenne itt egy összehasonlító ábra, akkor is a növénytermesztés nyerne. Szóval egy növény felhasználásra kezdetektől egy ilyen kimutatást, hogy akár még aratnak, meg szállítják, meg ilyenek, az jó lett volna. Gázkoktél a legelőkről és az istállókból eredő éghajlatváltozás. Hát itt hagyom egy kicsit, hát ha valaki jobban szeretne belemélyedni. Tudósok csoportjai keresik a módját, hogyan lehetne csökkenteni a haszonállatok éghajlatra kifejtett hatását, és akkor itt jönnek azzal, ugye, hogy adagoljanak a marháknak fokhagymát. Hát szerintem meg ne együnk állatot, aztán kész. Állattenyésztők az esőerdőben. Brazília támogatja a nagy csordákat, magas hozamú legelőket és a hormonkészítményeket. Szerintem nagyon sokszor hallunk híradásokban az amazonasi erdőtüzekről, amiről szintén úgy kevesebb információ jut el, hogy ezek nem ilyen véletlen tüzek, nem gyújtogatások, nem támadások, hanem hát bizony ez egy ilyen emberileg tervezett dolog, és leginkább az állattenyésztés miatt. Brazília Amazonas térségében a világ második legnagyobb marhacsordája találkozik a világ legnagyobb esőerdejével. Ez rossz hír az erdő számára. Először jöttek a favágók, aztán az állattenyésztők. Fakitermelés és legeltetés miatt elvesztett esőerdő területek. Kiirtott erdőterületek 60%-án marhát tartanak. Ó, egy kimutatás, azért csökken az erdőirtás. Nagyszerű, de hát ez még kevés. Glifozát a fasírban. Amennyiben növényvédőszerek, gyomirtók vagy gyógyszerek nem kívánt szermaradványokat hagynak a húsban, tejben és tojásban, végül mi is elfogyasztjuk őket. A hiányos kutatásoknak köszönhetően nem lehetünk biztosak, hogy vajon glifozát, a génmódosított szója termesztésénél használt gyomirtó, mit tesz a testünkkel. A joghézagok miatt lehet, hogy úgy esszük, hogy nem is tudunk róla. Az Európai Unióban a nagyüzemi állattenyésztés nagy mértékben a szója takarmány használatára és különösen a génmódosított szójáéra hagyatkozik. A génmódosítás egyetlen
pozitív hatása, hogy a szójanövény glifozát rezisztensé válik. Ez a széles hatásspektrumú gyomírtó arra szolgál, hogy elpusztítson minden növényt, kivéve, ha genetikailag úgy módosították, hogy ellenállóvá váljon. A glifozát a világon legnagyobb mennyiségben eladott gyomírtószer. A glifozát rezisztens szója a világon a legelterjedtebb génmódosított növény. Jelenleg a világon termesztett génmódosított növények körülbelül 85%-a gyomírtószer tűrő. Aha, itt van, amiről beszéltem. A Dél- és Észak-Amerikában körülbelül 85 millió hektáron termesztett, és főként Kínába és az Európai Unióba exportált glifozát rezisztens szója az intenzív állattartásban a baromfi, sertés és marha etetésére szolgál. Az EU-ban a génmódosított termékek jelölésére vonatkozó törvényben fellépő joghézagnak köszönhetően a génmódosított állati takarmány felhasználásával előállított húst, tejtermékeket és tojást el lehet adni anélkül, hogy jelölni kellene a génmódosított eredetet. Miért kell aggódniuk a húsevőknek? Mivel a glifozát maradványok alacsony szinten jelen lehetnek az emberek által fogyasztott állati termékekben, egyre több egészségügyi kockázat merült fel a glifozáttal kapcsolatban. Az a baj, hogy a glifozát totális gyomírtó. Ez azt jelenti, hogy átjárja az egész növényt, belejut a levelekbe, szemekbe vagy a termésbe. Nem lehet eltávolítani mosással, a főzés sem bontja le. Az ételben és a takarmányban a glifozát maradványok egy évig, vagy tovább is változatlanok maradnak, még lefagyasztva, aszalva vagy feldolgozva is. Így hagyom, hogy ezt is lássátok. Ez azt jelenti, hogy a génmódosított szójával táplált haszonállatok hatalmas mennyiségű glifozát maradványt esznek. Iparági vizsgálatok kimutatták, hogy amikor az állatok takarmányban megengedett mennyiségű glifozátot fogyasztanak, maradványai alacsony szinten jelen lehetnek tejükben és tojásukban, valamint májukban és veséjükben. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal tervei között van az állati termékekben található glifozátszer maradványok kérdésének vizsgálata. E körbe tartozik a hús is, mivel a takarmány növényeken széles körben használt glifozátnak, az elképzelések szerint a haszonállatok jelentősen ki vannak téve, ami a szermaradványok átvitelét eredményezheti az állati eredetű táplálékokba. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Minisztériuma 1996-ban megemelte a szójában megengedett glifozát szermaradványok törvényes határértékét 0,1 mg per kilogramról 20 mg per kilogramra. Ezt követően ez lett a nemzetközi szinten a maximum határérték. Ezt a változtatást a génmódosított növények termesztésének első évében eszközölték. Bizonyítékok sejtetik, hogy a glifozát 1%-a testben marad a kitettség után egy héttel. Mivel a glifozátot széles körben használják, a legtöbb ember rendszeresen ki van téve hatásainak. De a valós életben lejátszódó, vagyis hosszú időn át kis adagokban történő glifozátterhelést még sosem vizsgálták. És mind eddig még nem folytattak hivatalos vizsgálatokat az EU-ban az import génmódosított szója glifozát szermaradványaival kapcsolatban sem. A glifozát alkalmazása másokból is problémás. A világ egyes részein hatalmas földeken permetezik szét, ezzel figyelmen kívül hagynak minden más haszonnövényt vagy növényzetet a szójaföld körül. Ennek eredményeképp a helyi biológiai sokféleség drámaian csökken. Továbbá a vegyszer beszivároghat a talajvízbe, és a közelben élő lakosság folyamatosan ki van téve a permetnek. Ennek súlyos következményei lehetnek. Bizonyítékok vannak rá, hogy a glifozát befolyásolja az ember hormonrendszerét, ami egyes életszakaszokban, például terhesség idején, visszafordíthatatlan hatással járhat. Továbbá a glifozát tartalmú gyomírtószerekről kimutatták, hogy genotoxikusak, vagyis akadályozzák a sejtek abbéli képességét, hogy pontosan lemásolják a DNS-t és szaporodjanak, ami lehetséges genetikai mutációkhoz és a rák megnövekedett kockázatához vezet. Ekvádorban és Kolumbiában, ahol régóta glifozát tartalmú gyomírtókat alkalmaznak a kokain termelésében, tanulmányok a permetezési időszakban genetikai károsodásról, magasabb számú vetélésről számolnak be. Itt ugye beszéltünk arról, hogy megemelték inkább a határértéket.
Ahogy a gazdálkodók egyszerre több vegyszert használnak, a hivatalnokok megemelik a megengedett határértéket. Ugye, hogy mennyire megdöbbentő ez az egész? Inkább megemelik a határértéket. Hát nekem nincsenek szavaim, lehet, hogy nektek vannak. És még folytatódik a kiadvány, most járunk itt a 39-40. Oldalon, és látjátok, körülbelül a felénél járok. Csirkék átveszik a vezetést, itt a, ugye a tenyésztést illetően, csirke a tányéron, női feladat a csirkenevelés. Itt már én annyira nem mentem bele ebbe az egészbe, én szerintem nagyvállalatok, mondom, ha érdekel téged, vagy érdekel titeket ez a része is, töltsétek le, tehát itt van nyilvánosan, nem egy ilyen meghekkel dologról van szó, és bátran nézegessétek ételfogyasztás ország csoportonként növény és állati eredetű termékek. Hát igen, ezek mind ilyen 2010-12 kimutatás, 2011 várható előrejelzés. Hát ha az már azóta készül egy újabb kiadvány ezzel kapcsolatban, hogy esetleg össze tudnánk hasonlítani. Városi haszonállattartás, ez, bocs, engem nem mozgat meg, hogy érdekeljen. Tartalmas táplálék nyomában a laboratóriumban előállított hús nem feltétlenül okoz etikai dilemmát, de az ökológiát semmibe veszi. Hát én is egyre inkább nem csak azzal foglalkozom, hogy ne fogyasszunk állati terméket, azt ugye mondjuk azt, hogy az egy vegán étkezés, mert az ugye nem szól az egészségről, csak arról, hogy kerüli az állat használatot, és egyre inkább én is a teljes értékű növényi étrendre igyekszem felhívni a figyelmet, mert most az, hogy lesz ilyen laborburger, meg ilyen műhús, átmeneti időszakra jó lehet, amíg áttérsz, de tök felesleges pénzkiadás, az is már egy erősen feldolgozott termék, éppen ettől nem lesz egészséges soha, úgyhogy teljes értékű növényi étrenden ezeket is teljesen ki lehet kerülni, ami csodálatos dolog. Gazdag társadalom hozzáállása a húshoz. Húszabálló, ugye persze az a legnagyobb százalék, és ez azért érdekes, hogy a gazdag társadalom hozzáállása, mert mindig is ugye az volt a jellemző, hogy a tehetősebb emberek fogyasztják, azok kezdték el a legtöbb húst fogyasztani, és ezek ilyen, mondjuk úgy, hogy jóléti megbetegedéseket hozták magukkal. A fogyasztóknak információra van szükségük, hogy beleszólhassanak élelmiszerük előállításának mikéntjébe. Az biztos, hogy az információ mindig nagyon sokat jelent, csak annak is mindig utána kell nézni, hogy honnan jön az az információ. Én azért szeretem dr. Michael Greger munkásságát követni, mert az ő munkáját több ezer önkéntes segíti, és most itt átmenjünk az egészség oldalára természetesen, mármint nekem természetesen, mert ők minden egyes tanulmányt megnéznek, és annak is utána járnak, hogy ki támogatta ezt a tanulmányt. És éppen ezért ő arra is rávilágít, hogy az, hogy valami mögött van tanulmány, az még nem garancia arra, hogy azt el kell hinnünk, mert lehet, hogy született egy olyan tanulmány, hogy a sajt mennyire egészséges, és amikor utána járnak, kiderül, hogy azt a legnagyobb sajtgyár szorgalmazta és fizette és támogatta, szóval ők független szakértői véleményeket hoznak nyilvánosságra, úgyhogy az információt azt meg kell nézni, hogy honnan kapjuk. Vegetarianizmus rügyek és gyökerek. Én azt látom egyébként, hogy egyre többen térnek át, és nem is okvetlenül azért, mert hallott bármi rosszat a húsfogyasztással kapcsolatban, hanem azt látom, hogy egyre több felnőtt jut el arra a pontra, hogy érzi, hogy nem jó ez, nem ízlik, valami nem stimmel, nem érzem jól magam tőle, úgyhogy szerintem nagyon jó irányba haladunk, bár haladhatnánk gyorsabban is ezzel kapcsolatban. És akkor itt én most nem megyek rá, hogy vegetarianizmus néhány típusa, meg vegánság, meg ilyenek, mert ez kifejezetten azért akartam erről a kiadványról beszélni, zöld politikát Európának, na tényleg nem megyek itt végig,
azt akarom megnézni, hogy hány oldalas szójavap hazai. Miért van gyomirtó a testünkben? Teendők, alternatívák, lehetősége. Na igen, ezt itt ezen lassan fog végigörgetni, hogy így is látszódjon, hogy honnan vannak az adatok és a grafikák, szerzők, források. Nyugodtan itt állítsd meg a videót és bogarázd végig. Menjünk egy kicsit tovább. Így. És egyébként azért az, hogy egy mondjuk úgy, hogy influencernek, youtubernek, akárkinek így nem hisznek az emberek, valahol megértem, de mondjuk ebben a témában akkor érdemes lenne követni mondjuk David Attenborough-t, a Greenpeace posztokat, tehát hogy ez már annyira egyértelmű az út, és annyira egyértelmű, hogy mit kell tennünk, itt egyedül az egónkról kell lemászni, és még azt sem mondhatnám, hogy a komfortzónából kell kimozdulni, mert nem, hanem egyszerűen egy teljesen új információt kell a magunkévá tenni, menjünk itt tovább, és egyszerűen megtanulni, hogy milyen lehetőségek vannak e tekintetben. Még van, hogy csajoktól is megkapom a mai napig, hogy én nagyon szeretem a salátákat, meg a sok zöldséget, de hát ha nincs rajta csirkemell, akkor én azzal nem lakom jól. Én is így voltam vele, nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet így élni, de tegyük azt hozzá, hogy én sem salátákon élek. Na, tehát még egy kicsit tovább. És akkor itt vannak még különböző kiadványok ezzel kapcsolatban. Weboldalak. Az előző hivatalos, vagy civil jelentések voltak, ezek meg hivatalos, és egy nem hivatalos válasz. Igen, itt van ez a videó, erre külön felhívom a figyelmet. Én megmondom őszintén, hogy ezeket már, tehát mondjuk ezt a filmet YouTube-on is megtaláljátok. Megmondom őszintén, hogy én nem is igazán tudom megnézni, tehát hogy úgy nem, nekem túl sok, de ajánlom. Nagyon sokan az ilyen filmek hatására tértek át a vegán életmódra. És akkor itt van még egy pár oldal, amit érdemes megnézni. Állítsd meg a videót, és akkor akár keress is rá. Ó, de jó. Ez az alapítvány függetlenként dolgozik, intellektuális nyitottságot hirdeti. Az biztos, hogy ehhez a témához nyitottnak kell lenni. Tehát itt az nem áll meg, hogy mi mit tanultunk 40 éven keresztül, hogy éltek a szüleink, a nagyszüleink. Nem, nyitni kell, mert nagyon rossz irányba megyünk, úgyhogy... És akkor, ó, de jó... Hivatkozások és az egyes fejezetek szerzői az eredeti angol kiadványban találhatók, és akkor ezt is le tudjátok tölteni, nézzétek ide, hogyha rányomtok, akkor a linkkel el is éritek azt. Na, tehát ez egy 70... Mi ez? Ó! Erre még most térjünk ki. A nagyüzemi gazdaságokban a kórokozók gyorsabban át tudnak terjedni egyik állatról a másikra. Ez azért érdekes egyébként, mert... Most ugye itt vagyunk egy ilyen világjárvány közepén, végén, átmenetben, nem tudom, hol tartunk éppen, hogy érdemes lenne figyelembe venni ezeket a kórokozók átjutását, hogy a legtöbb világjárványt azt az állatoktól kaptuk. És ugyan nem annyira súlyos a helyzet, ha csak a náthárról beszélek, de azt mondjuk a vadlovaktól hoztuk, mert ugye nekünk háziasítani kellett a vadlovakat. Érdemes ennek is utána nézni egyébként, hogyha valaki belemélyed a témában.
Most bocs, ez jutott eszembe, hogy egyik állatról másikra, de hát sajnos ugye az emberre is megy. Na, szóval ez egy 70 oldalas kiadvány, én most csak itt szemezgettem belőle, és ez is elég sok volt, és akkor itt éritek el, ezt még egyszer megmutatom, Magyar Természetvédők Szövetsége, de sőt, ezt a linket be is teszem a videó alá, úgyhogy bátran töltsétek le, itt van egy fájl letöltési lehetőség, úgyhogy érdemes utána járni, érdemes körbejárni ezt az egészet, hogy legyél tisztába vele, ne tudjanak félrevezetni téged, mert itt lesz az információ a kezedben. Kicsit hosszúra sikerült ez a videó, de én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt. Bízom benne, hogy sikerült végignézni, ha nem is egyszerre, akár több részletében, de szerintem nagyon ledöbbentő információk ezek, és muszáj, hogy napvilágot lássanak, beszélgessünk róla, és legyünk tisztában ezzel az egésszel. Na, szerintem fantasztikus kis kitérő volt, úgyhogy örülök, hogy velem tartottatok. Sziasztok!